kedves testvérek! A tékozló fiú történetéből szeretnék kiindulni, és néhány szót szólni a bűnnek és a szeretetnek a misztériumáról. Szent Lukács evangéliumának a 15. fejezetében olvashatjuk, hogy azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Ez szóba áll a bűnösökkel, sőt eszik is velük, mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. És Jézus elmondja az elveszett bárány, az elveszett drakma történetét, és utána pedig elmondja a tékozló fiú történetét. Maga a történet a farizeusoknak szól, a történetben ők jelenítik meg a testvért, a tékozló fiúnak a testvérét. A testvérnek az volt a problémája, és azért háborodtak fel a farizeusok, hogy Jézus szóba áll a bűnösökkel, és hogy ők a jó vallásos emberek, ők nem kapnak kiemelt helyet, és ilyen söpredékkel, meg ilyen bűnös emberekkel Jézus pedig szóba áll. És megjelenik a történetben, hogy amikor a tékozló fiú hazajön, akkor a fiú hallja, hogy otthon nagy mulatság van, és megkérdezi, hogy mi történt. És a szolgák elmondják, hogy a testvéred hazatért, és az édesapád nagy ünnepséget szervezett. Erre az idősebb fiú megharagudott. Az atya kijön hozzá, és próbálja őt megnyerni. És elmondja neki a lényeget, hogy a testvéred halott volt, mert bűnben élt, de most már feltámadt és él. Persze a fiú továbbra is ott dúlfúl és haragszik, és ami az ő életében az igazi probléma, ez a beszélgetésből kitűnik, amikor arról beszélnek, hogy a fiú ezt panaszolja az atyának, hogy még egy gödölyt sem adtál nekem, hogy a barátaimmal elfogyasszam. Az atya pedig azt mondja neki, mindenem a tiéd. Vagyis a bűnnek az egyik alapja, hogy az Isten mindent nekünk ajándékozott, és a fiú úgy élte meg, hogy ő nem kapott semmit. Neki ott az erkölcsi törvények, jónak kell lenni, meg kell tartani a parancsokat, ő tesz többet, és az Istentől meg nem kap semmit, sokszor még olyan apróságot sem, hogy a barátaival együtt mulathasson. Nagyon sok bűn ebből a csalódottságból fakad, hogy én mindent megteszek, az Isten pedig nem ad semmit. És ebből fakad az a mentalitás is, hogy ha én mindent megteszek, én jó keresztény vagyok, és vannak bűnös emberek, mindenki tudna újra mutogatni, hogy ki, legalább verné meg őket az Isten, ha már ilyen emberek vannak. Ha már én nem kapok jutalmat, legalább a bűnösöket verje meg az Isten. És ebből fakad a tékozló fiú testvérének a lelkülete. Vagyis az Isten szeretetéből szinte nem tapasztal meg semmit, hanem munkának éli meg a hitet, és csalódott az atyában, az ő szeretetében. A másik találkozás is tulajdonképpen ő a főszereplő, a tékozló fiú. Ugyanaz a problémája, az Istenben nem találja az örömét, ezért elmegy és a saját elképzelése szerint próbál boldog lenni. Elindul és a vagyonát elkölti mindenféle rossz nőkre, mulatságra, és utána pedig tönkre megy az élete. A Szentírásban az a kép, hogy még a sertéseknek a moslékából se mehet, azt fejezi ki, hogy a zsidó ember számára a sertés az tisztátalan állat, tehát nem lehet belőle enni, és még hogy a moslékából se mehet, azt jelenti, hogy átélte a bűn következményében a teljes megalázottságot. Ezért a bűnnek másik nagyon rossz gyümölcse, hogy mindig megalázza az embert. A saját méltóságában és a megalázottságból még több bűn fakad. A megalázott ember belemegy olyan kapcsolatokba, bűnökbe, örömökbe, ami még több megalázottságot okoz, és valaki elindul a lejtőn lefelé. És a történet középpontjában helyezkedik el a lényeg, hogy amikor a tékozló fiú haza akar térni, akkor ő abban gondolkodik, hogy vagy itt megyek tönkre, tulajdonképpen szinte öngyilkos is lehetnék, vagy hazamegyek, és hát, ha szolgának visszafogadnak. Biztos, hogy már fiúnak nem, de valami szolgának, igaz, hogy az egész életem csúfság lesz. Mindenki rajtam röhög, hogy na itt a fiú, és most egy ilyen
utolsó szolga lett, és kapál egész nap, és örül, hogy kap valamit enni. És közben megfogalmazza már a védő beszédet, hogy ha hazatér, akkor mit fog mondani. És a mennyei atya már messziről nézi őt, minden nap kiment és várta haza a fiút. És amikor meglátja a fiút, habár a zsidó ember számára megalázó volt a futás, mégis elkezd futni feléje. A fiú ki tudja, mire gondolt, hogy most biztos az apa annyira ideges, hogy meg akar verni, de az apa odamegy, átöleli, és elkezdenek sírni. A fiú mondaná az ő beszédét, de az atyát nem érdekli, hanem csak öleli és sír örömében. És ez az ölelés, ez a találkozás, ez az igazi gyógyulásnak a helye. Az Isten az ő szeretetével, az ő elfogadásával fogadja vissza. Pedig a fiú testileg, lelkileg tönkre van menve. Egy megalázott ember, aki nem érdemli meg, hogy visszafogadják. Mégis az atya számára a legfőbb érték, hogy a fiam halott volt, de most már él, mert hazajött, és elfogadta az ölelésemet. Amikor valaki a bűn útjára lép, akkor átéli ugyanezeket, mint a tékozdó fiú. Egyrészt az, hogy tönkrement az életem, semmi kedvem hazatérni. Már nagyon kellemetlen a szentgyónás, mert biztos majd minden rosszat fognak rám mondani, hogy szégyeljem magam, és meg az ilyen ember mit érdemel, meg ilyenkor kell jönni, meg félek, hogy még jobban megaláznak. Az a félelem is ott élhet bennünk, hogy úgysem bocsátanak meg. Ezt már nem lehet megbocsátani. Magamnak sem tudok megbocsátani. Akkor pedig minek térjek haza, mit próbálkozzak én? Sokszor ezek emberi tapasztalatok. Vagy amikor látom beszélgetve emberekkel, amikor a szülő azt mondja a gyermekének, hogy ha ilyen vagy, vagy ehhez az emberhez mégy hozzá, ezt veszed el, nem vagy a fiam, és nem vagy a lányom. És kitagadja. Vagyis akinek a legjobban kellene szeretni a gyermekét, az elküldi és kitagadja. Vagy emberek, akár rokonok is nem szólnak egymáshoz, a fejüket is elfordítják, és egymást, ha nem is mondják így ki, mégis kitagadják. Emberek kitagadnak embereket. Vannak talán ilyen tapasztalataink, és félünk, hogy az Isten is majd így fordul hozzánk, amikor hozzámegyünk, jól megbüntet bennünket, és hogy az Istentől félni kell, nem is beszélve itt a torz Isten képekről. Amikor a tékozdó fiú történetét Jézus elmeséli, akkor egyrészt szembesíti a farizeusokat, hogy ők is bűnben élnek, és a legfőbb bűnük és mulasztásuk, hogy nem szeretik az Istent, nem az Isten szeretetéből élnek. Habár jó vallásos emberek, de pontosan a lényeget nem értik meg, az evangéliumnak az örömhírét. Nincs meg ez a mély bensőséges szeretet kapcsolat az Istennel, ami mindennek az alapja és a legmélyebb lényege, hanem ők erőből vallásosak. Megteszik a törvényt, ami önmagában jó, de nem szeretik az Istent, és nincs bennük örömük. Ezért igazságtalannak tartják, hogyha bűnös emberek megtérnek, mert ezek büntetést érdemelnek. És Jézus tanít arról, hogy valakinek bármilyen is az élete, bármennyire tönkrement, bármilyen bűnöket is követett el, nincs olyan bűn, amiből az Isten haza ne fogadna. Mindenkinek meg akarja adni ezt az ölelést, ezt a gyógyító ölelést, mindenkinek meg akar bocsátani. Ezért is különösen fontos a szentgyónásnak ez elvégzése, a szívbéli szentgyónás, amikor minden bűnünket leteszünk. Ehhez az elmékeléshez szeretném kapcsolni a búcsúnyerésnek a lehetőségét, hogy mit is jelent az, hiszen az irgalmasság rendkívüli szentéve van, a mai napon is teljes búcsút lehet nyerni, azt bemondták is a bevezetőben, mit is jelent a teljes búcsú. Amikor valaki bűnt követ el, a bűnnek mindig vannak következményei. Egyrészt sebet okoz nekem. Gondoljuk a tékozló fiú történetére is, ez az ember az önképében sérül, nagyon sok bűnt elkövet, a bűn az mindig megsebzi az embert, de nem csak az egyes embert, hanem a közösséget is. Gondoljunk bele, amikor valaki elhagyja a családját.
a gyermekeinek mennyire fáj az, hogy otthagyja őket mondjuk az édesapja. Milyen óriási sebeket ejt a családjának, meg saját magának is. Előttem van egy kép, amit úgy sok nehéz elmondani, úgy anélkül, hogy úgy megnérintene belülről, amikor egy édesapa elhagyja a családját, elment egy másik helyre, akkor a kisfia minden nap a biciklivel elmegy, megáll az édesapjának az új ház előtt, a kapu előtt, csak néz befelé vágyakozva, kicsit ott néz, azt várja, hogy az édesapja hátha kijön, és behívja, és utána hazamegy. És ez jelenti, hogy a bűn mennyire megsebez embereket, milyen fájdalmakat okoz. Vagyis a bűnnek mindig vannak következményei. És ezek a következményeket is mindenképpen az Isten gyógyítani akarja. Amikor a pap penitenciát ad, akkor mi teszünk meg azért valamit, hogy ezek a sebek gyógyuljanak. Például valaki megbántott valakit, akkor menjek oda, beszéljen meg vele, kérjek bocsánatot, engesztelődjek ki vele. Amikor elloptam valamit, vigyem vissza. Vagy például akinek rosszul megy az élete, maga az életvitele. Például akár ilyen alkoholfüggő, vagy bármilyen baja van, minden tegyen meg azért, kérjen segítséget, hogy az élete rendbe jöjjön, hogy a családját jól tudja szeretni, és ne okozzon további fájdalmat. Ez a penitencia, amikor én teszek meg valamit azért, hogy gyógyuljak. Ehhez kérek segítséget. Egyrészt a gyóntatószékben, ahol a pap szentségileg feloldoz, és Jézus minden bűnt megbocsát, másrészt megteszek emberileg mindent, hogy amiket bűnöket elkövettem, azokat jóvá tegyem. Menjek haza a családomhoz, kérjek bocsánatot, akit megbántottam, megaláztam, emeljen föl, kártérítést adjak, gyógyítsam a bűnnek a következményeit, amiket okoztam. Azonban azt is tudjuk, hogy nem mindent tudunk jóvá tenni. Vannak olyan bűnök, aminek a következményei visszafordíthatatlanok. Embereket megsebzünk úgy, amiket már nem tudunk meggyógyítani, ha bár szeretnénk is. Ezért egyrészt úgy szeretném meghívni a kedves testvéreket a mai napon arra, hogy amikor imádkozunk és hozzuk a szeretteinket is ide, most a búcsújáró helyre, imádkozunk azokért is, akiket bármilyen módon megbántottunk. Azért, hogy az életük gyógyuljon. És imádkozzunk azokért is, akik minket bántottak meg. És így lélekben, így Jézus előtt mondjuk ki, Jézus, minden embernek megbocsátok. Vannak ebben ilyen főszereplők, akikről tudok, van, akikről nem is tudok, mert a hátam mögött járattak le, de minden embernek bocsássak meg. A tékozló fiú története a találkozásról szól. A mennyi atya találkozik a testvérrel, aki haragszik és nem akar bemenni. Találkozik a tékozló fiúval, akit átölel, hazavisz és bekísér. Azonban a találkozásoknak még nincs vége. És itt szeretném elmondani a búcsúnak az igazi lényegét. Mit is jelent ez? Amikor valaki elvégzi a szentgyónást, Jézus minden bűnt megbocsát, de a bűnnek vannak következményei. A szentgyónásnak, a búcsúnak az igazi definíció így hangzik, a búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideig tartó büntetések elengedése részben vagy teljesen, amelyeket a katolikus hívő, aki megfelelően felkészült és teljesítette a kiszabott feltételeket, elnyer az egyház segítségével, amely mint a megváltás szolgálója, Krisztus és a szentek elégtételt nyúló érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli és abban részesíti tagjait. Vagyis az egyháznak van egy kincsestára. Ebben benne vannak a legfőképpen Jézus Krisztusnak a megváltó keresztáldozata és a szenteknek az áldozata. Sőt, sok embernek, aki szenved, felajánlja az egyházért a szenvedését, azoknak az embereknek is ezek a szenvedés kincsei ott vannak ebben a képben kifejezve kincsestárban. Amikor valaki teljes búcsút nyer, akkor az egyház, és persze Jézus Krisztus gyógyítani akar. Benedek pápa úgy fogalmazza meg a tisztító hertfő, tisztító tüzet, hogy ez a gyógyulásnak a helye,
amely a lelket éretté teszi arra, hogy az Istennel közösségbe lépjen, vagyis hogy a mennyországba bejusson. Amikor valaki meghal, akkor következik az úgynevezett különítélet, ami azt jelenti, hogy amikor valaki meghal, megjelenik az Isten színe előtt, és az életével el kell számolnia. Teológusok úgy is megfogalmazzák, hogy akivel találkozik maga Jézus Krisztus, amikor már az életével valaki szembesül, és hogy maga a tűz, maga Jézus Krisztus. Ő a bíró és az üdvözítő. És a vele való találkozás az ítélet döntő aktusa. És az ő szeretete előtt, az ő tekintete előtt minden hamisság és minden bűn kiderül és elolvad. Ott már nem tudjuk magunkat megvédeni, megmagyarázni, nem is kell, hanem szembesülünk az egész életünkkel. Azt is írja a Szent Atya, hogy ez a találkozás, ez egyrészt a mi megmentésünk is, de ez egy fájdalmas találkozás. Mert amiket bűnt elkövetünk, annak vannak következményei, és a tisztító tűzben ez az ideig tartó szenvedés, a bűnök következményeit kell elszenvednünk. Azt is írja a Szent Atya, hogy ez tulajdonképpen nem büntetés, hanem az az ember, akinek a lelke megsebzett, aki sok bűn követett el és megsebezte a környezetét is, annak az embernek meg kell gyógyulnia, meg kell tisztulnia egyfajta szenvedés által, mert különben nem tudná befogadni a mennyország örömét. Ez erről szól a tisztító tűz, ami persze nem is hely, nem is tűz, de mindenképpen érzékelhető szenvedés, egy nagyon mély szenvedés, ami megtisztít, meggyógyít, hogy a mennyországra megérjünk. Amikor valaki elvégzi a Szent Jónást, most a Szent Misét részt vesz, a Szent Áldozáshoz járul, és imádkozik a Szent Atya szándékára, elimádkozza a Hiszek egy imádságot, mi atyánk üdvözl légy Mária, akár a dicsőséget, és ott van benne az a szándék, hogy nem ragaszkodok semmiféle bűnömhöz, és szeretném az életemet megváltoztatni, vagyis tiszta szívből megtérni, akkor ez az ember teljes búcsút nyerhet. Amit itt tudnák a legegyszerűbben kifejezni, hogy ez a megtért ember például a mai napon meghalna, teljes búcsú azt jelenti, hogy az ideig tartó szenvedéseket az egyház elengedi, és egyből a mennyországba kerül a szentek közösségébe. Itt szeretném kihangsúlyozni, ezért rendkívül fontos, hogy például haldoklókhoz hívjunk papot, mert ha ő elvégzi a szentgyónást, a betegek szentségét, a szent útravalót, és a teljes búcsúban részesül, és tényleg tiszta szívből átadja magát az Istennek, a halála után hisszük, hogy a mennyországba kerül a szentek közösségébe, a szenvedéseket nem kell átélnie, sőt a mennyországban már a szentek között imádkozik még a földön élő családtagjaiért is. Ezért a teljes búcsú azt jelenti, hogy az Isten megbocsát minden bűnünket, de a bűnökért járó, ideig tartó szenvedést az egyház kincses tárából az egyház bizonyos alkalmakkor, ilyen a mai nap is, az egyház elengedi, vagyis a tisztító tűzben járó szenvedéseket. Amikor a bűnről beszélünk, mindig közösségben kell gondolkodnunk. Amikor valaki bűnkövet el, akár még titokban is, mindig az egész közösséget megsebzi. Például, amikor valaki nem tiszta szívből az Istennek él, ahogyan gondolkodik, ahogyan beszél, amiket tesz, valamilyen hatással van a környezetére. Főleg, hogyha vallásosnak mondja magát, de nem úgy él. Valami zűrzavart okoz a környezetében is. Ezért a bűnöknek mindig van közösségi vonatkozása is. Ezért az Isten minden sebet gyógyítani akar. Azt is, ami bennünk történik, és azt is, ami a közösségben, amit másoknak okoztunk. Ezért, amikor most elzarándoklunk ide, és akarunk részesülni a teljes búcsúban, és arra szándékra imádkozunk, hogy tiszta szívből megtérjünk, akkor járuljunk a kegyelemhez, a szentgyónás, szentáldozás, az imák, amit az egyház úgy előír, vagy ajándékként ad, hogy elimádkozva teljes búcsút nyerhetünk,
de már azt is fogalmazzuk meg magunkban, hogy az életünken hogyan változtassunk. A tékozló fiú megtervezte, hogy hazatér, és hogy mindent az életében rendbe akar hozni. Mi is térjünk haza. De az a hazatérés azt is jelenti, hogy lehet, hogy felkeresünk szomszédot, rokonokat, valakit, és azt mondom neki, imádkoztam érted, ki akarok veled engesztelődni. Megbocsátok, vagy bocsánatot kérek tőled. Vagy valaki, aki kitagadta a fiát vagy a lányát, telefonálok neki, fiam, gyere haza. Ilyenkor az atyának a szeretetét én közvetítem. Akivel nem állok szóba, oda megyek hozzá, és azt mondom, vissza akarom veled állítani a szeretet kapcsolatot az Isten nevében. Nem akarom, hogy sebb legyen az egyházban. Imádkoztam érted, vagy én kérek bocsánatot, gyere haza, béküljünk ki, beszélgessünk újból, imádkozzunk egymásért, imádkozzunk együtt. Vagyis hazatérni azt is jelenti, hogy emberekkel kiengesztelődök, és hogy rendezek kapcsolatokat. Nekem nagyon tetszik a tékozló fiú történetében, hogy amikor a fiú hazatér, az atya először visszaadja neki a köpenyt, a sarut, a gyűrűt, ami azt jelenti, hogy visszaadja a teljes méltóságot. Utána pedig levágják a hizlalborjút, és zenés-táncos mulatságot rendeznek. Amikor valaki bűnkövet el, sokszor úgy gondol saját magára, hogy én már bukott ember vagyok, és én már sosem leszek itt normális a földön. Mindenki úgy néz rám, hogy ő az a bukott ember. Gondoljuk a Szamari asszony történetére is, akiről bűnös emberre mindig úgy mutogatnak, hogy ő az a. Amikor a mennyei atya hazafogadta a fiút, ezt mondja testvérének, a fiam halott volt, de életre kelt. És az élőt, az életet az ünnepelni kell. Az életet az atya adta neki. A másik pedig, tehát hogy visszaadja a teljes méltóságot. Ami azt jelenti, hogy az Isten el akarja venni tőlünk a bűn következtében kialakult szégyenérzetet is, hogy az Isten fiúi méltóságunkat megéljük. A másik pedig, hogy ünnepelnek. Tudom megint úgy tapasztalatból beszélgetésből, hogy amikor egy családban van egy ilyen bukott ember és hazatér, akkor ha visszafogadják, azt mondják, hogy fiam, menjél most már be a házba, ne is lásson senki téged, mi vagyunk a falu szégyene, mindenki tudja, hogy nekem milyen fiam és lányom van, vagy férjem és feleségem, nálunk hírzárlat van, míg a borba sebb a faluba járunk, mert mindenki újjal mutogat. A mennyei atya pedig ünnepel. Tudja meg az egész világ, hogy a fiam halott volt, és most élőt ünneplünk, hogy van megtérés, és teljes megtérés van. Vagyis ünnepelni a hazatérőt, elvenni az összes szégyent, és ünnepelni, hogy valaki megtértést él. Kedves testvérek, amikor most eljöttünk ide a zarándok helyre, akkor eljövünk, imádkozunk, de Jézus azt kéri tőlünk, hogy ne csak imádkozunk és úgy hazatérünk, hanem hogy gondoljuk át és rendezzük az életünket, a kapcsolatainkat. Lehet, hogy részben mi vagyunk a tékozló fiú testvére, aki megbotránkozik, hogy milyen emberek vannak, és kiplegykálja, vagy lenézi, vagy megvet embereket, vagy mivel ilyen nem is szólok hozzá. Lehet, hogy mi vagyunk a tékozló fiúk, aki már ki tudja mióta halogatja a Szent Jónást, és nem mer oda menni, mert fél tőle, hogy mit fognak mondani, meg úgysem bocsát meg az Isten, mert ezt nem lehet megbocsátani. Lehet, hogy apák vagy anyák vagyunk, akik kitagadtak valakit, aki szeretné, hogy hazatérne a fia, de talán nem mer hazatérni, vagy mi nem akarjuk befogadni. Ki melyik szerepben van, de most tervezzük el, hogy bocsássunk meg, térjünk haza, hívjuk fel, fogadjuk vissza, és utána pedig ünnepeljünk, mert az Isten szeretete végtelen. És éljünk a búcsúnyerés lehetőségével, vagyis engedjük, hogy az Isten gyógyítsa a bűnnek a következményeit, a bűnnek a sebeit, azért, hogy gyógyuljunk mi is, és a környezetünk is. Talán nem is gondolunk rá, hogy az a sok baj, ami a világban van, az mind a bűnnek a következménye. Sokszor már nem látni, hogy honnan jön, merre megy, de minden zavar mögött bűnök vannak.
Amikor gyógyulunk, búcsút nyerünk, akkor gyógyulok én, és gyógyul a közösség is. A mai nap az irgalmasság szentéve az igazi megtérésről és az igazi gyógyulásról szól. A mennyi atya nem is várja meg a következő rendes szentévet, hanem ebben az évben most minél hamarabb elénk szalad, azért, hogy megtérjünk és meggyógyuljunk. A mai nap így éljünk ezzel a kegyelemmel, rendezzük az életünket, és ne féljünk semmitől, hanem hagyjuk, hogy a mennyi atya átöleljen bennünket, sírjon örömében, és akármilyen állapotban is vagyunk, fogadjuk el az ő szeretetét. Amen.